Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket az ATV első ma reggeli híradójában, én Gajdos Tamás vagyok. Választási párt létrehozását javasolja Márki-Zay Péter, elemzők szerint ez hátrányt jelentene az ellenzéknek. Magasztalt az Orbán kormányt az amerikai tévés, majd kijelentette, hogy az illiberalizmus totalitárius eszme. És befejeződött az olimpia, a magyar csapat 25 éve szerepelt utoljára ilyen jól az ötkarikás játékokon. Az ellenzéki pártok felkészültek arra, hogy egy választási pártot hozzanak létre, ha a Fidesz arra kényszerítené őket, mondta a híradóknak Márki-Zay Péter. A miniszterelnök jelölt szerint vannak olyan már bejegyzett pártok, amelyeket ernyőpártként lehetne használni, és amely mögé a többiek beállhatnának. Korábban a Méltányosság politika elemző központ igazgatója arról beszélt, kérdéses, hogy ezt a lépést megteszi az ellenzék. A Republikon alapítvány elnöke szerint ugyanakkor ebből hátrányok is származhatna a pártoknak. Ha egy választási párt indulna Fidesszel szemben, nem egy 6-7 párti koalíció, hanem egy egyetlen egy egységes ellenzék, az én véleményem szerint több szavazatot kapna. Márki-Zay Péter szerint ugyanis vannak olyan nevek az ellenzéki összefogásban, amelyek elriasztják a választókat. A miniszterelnök jelölt úgy látja, vannak olyan már bejegyzett pártok, amelyeket ernyőpártként lehetne használni, és amelyek mögé a többiek beállhatnának. Amikor a 6 pártnál érdeklődtem, hogy mit fognak csinálni, hogyha Fidesz egy ilyen helyzetbe kényszeríti őket, ők engem megnyugtattak, hogy föl vannak erre készülve. Szerintem több pártnak is van ilyen tartalékpártja. Szerinte a DK-nak, az MSZP-nek és a Jobbiknak vannak ilyen tartalék lehetőségei. Korábban az Inforádióban a Méltányosság politika elemző központ igazgatója vetette fel egy választási párt ötletét. Az igazi kérdés itt ugye az lesz, hogy a legfontosabb lépést, a végső lépést, ami egyébként jelzem nem egy nagyon megszokott lépés, tehát hogy a választáson akár mint egy közös választási párt induljanak, hogy ezt a lépést meg fogja-e tenni. A közös listát, ugye, mert ez a 6 párt közösen indul, a választáson behúzhatják egy ilyen ernyő alá. A Republikon alapítvány elnöke szerint ugyanakkor, mivel ennek a 6 pártnak komoly bázisa van, egy ilyen lépés majdnem ugyanannyira hátrányos lehet, mint az, ha egyes pártoknak nagyobb az elutasítottsága. Márki-Zay javaslatával az is a baj, idézőjelbe a bajt, hogy az azt jelenteni, hogy egy frakciója van az ellenzéknek, hiszen ha egy pártként indul, akkor egy frakciója van, és ez szerintem egyáltalán nem ebbe az irányba megy jelenleg az ellenzék. Szerinte ugyanakkor ez nem probléma, hiszen az ország is olyan sokszínű, mint amilyen az ellenzéki összefogás. Horn Gábor úgy látja, bár azzal, hogy ezek a pártok közös listán indulnak, a kampánytámogatásból is csak egy pártnyi részt kapnak, így viszont a közös lista mögött ott van az összes párt támogatottsága. A DK-s polgármesterek Bíbó István politikai iránymutatását függesztik ki az általuk irányított közintézményekben a kormány által előírt nemzeti hitvallás helyett. A Demokratikus Koalíció közleményben tudatta, hogy Bibónak a Szabadság szerető ember politikai 10 parancsolata című iránymutatását teszik ki. Indoklásukban azt írták, hogy Bibó 10 parancsolata egyebek mellett arról szól, hogy nem lehet eltűrni a kizsákmányolást, a hatalommal való visszaélést, és hogy mindenkinek jár az emberi méltóság és a szabadság. Több ponton éltette a magyar kormányt, miközben az illiberalizmust elítélte Tucker Carlson, a Fox News amerikai televíziós csatorna műsorvezetője Esztergomban. Az elemzők arra emlékeztetnek, hogy az amerikai tévés a beszédében nem csak Magyarországnak üzent, hanem az amerikai nézőit is szem előtt tartotta. What does this say about Hungary? Az Egyesült Államok a világ legjobb országa, de nem szabadabb, mint Magyarország, mondta Tucker Carlson Esztergomban tartott előadásán, néhány nappal azután, hogy az amerikai Fox News televíziós csatorna műsorvezetője interjút készített Orbán Viktorral. Az elemző szerint az, hogy a magyar kormányfő eljutott egy nagy nézettségű amerikai műsorba, siker, de van további üzenete is. Orbán Viktor maga fogalmazotta arról, hogy őt nyugaton nem szeretik. Tehát ez egy beismerése annak, hogy bizony Orbán Viktort a nyugat-európai, illetve a nyugati vezetők nagy része nem igazán kedveli, ami persze eléggé korlátozza a magyar politikai érdekérvényesítést például az Európai Unión belül. Tucker Carlson úgy fogalmazott, Amerikában valójában az illiberalizmust akarják az emberekre erőltetni, ami egy totalitárius eszme. Ez váratlanul érhette a hallgatóság egy részét, hiszen a magyar miniszterelnök korábban nyíltan vállalta, hogy illiberális hatalmat épít.
ellenzéki oldalon természetesen azt hallották ki belőle, hogy elítélte az illiberalizmust. Azt hallották ki, hogy komoly kínakritikát fogalmazott meg, hogy az interjúban Xi Jinpinget gyilkosnak nevezte. A kormány oldal pedig nyilván a dicséreteket söpörte be tőle, migrációpolitika kapcsán, a határvédelem kapcsán, családvédelem kapcsán. A külpolitikai szakértő szerint nem okozott meglepetést, hogy a magyar kormány intézkedéseiről elismerően beszélt az amerikai tévés. Tudjuk, hogy Tucker Carlson az Trump elnöknek az egyik szócsöve, és Trump elnök pedig volt elnök, pedig hát nagyon jó kapcsolatot ápolt Orbán Viktorral, és jelen pillanatban a republikánusok radikális szárnya úgy érzékeli, hogy amit Orbán Viktor képvisel, az valójában ugyanaz, mint amit Trump képviselt elnökként Amerikában. Az egyes republikánus körökben népszerű műsorvezetőre milliók figyelnek a tengeren túlon. Beszédében párhuzamot vont Magyarország és Amerika között. Az amerikai konzervatívokon belül eléggé hangosan és aktívan jelen van, közismert a magas látogatottsága és nézettsége a műsorainak. Egyértelmű, hogy egy olyan képet próbált közvetíteni Amerikába, hogy van olyan ország, ahol nagyon sok tekintetben a Trump politikához, hát nyilvánvalóan hát különbségek vannak országok méretéből, hangvétel, stb. Azodóan, de nagyon sok tekintetben egy szerinte sikeres ország volt, amelyik meg tudta az érdekeit védeni, például a migráns ügyben. A szakértő hozzátette, a beszéd Magyarországnak címzett üzenete az volt, hogy létezik egy másik Amerika, vagyis nincs szó arról, hogy az Egyesült Államokban egységesen ítélik el a Magyarországon zajló folyamatokat. Kövér László szerint támadás alatt áll a Szent Istváni hagyaték, a keresztény kultúra, a nemzeti önazonosság és az állami szuverenitás. Az országgyűlés elnöke erről a romániai Székely Szent Királyon beszélt a Szent Király és Szent István nevű települések találkozóján. Hozzátette, a 21. században már nem az emberek országát, hanem a tudatát akarják megszállni. Az új harcmodor lényege, hogy az embert elidegenítik természetes közösségétől, államától, nemzetétől, szülőföldjétől, hitétől, hagyományaitól, végső soron kiforgatják önazonosságából, sőt a végén a szó szoros értelmében önmagából is. Még annak a bizonyosságát is elveszik tőle, hogy fiú-e vagy lány, mondta tehát Kövér László. Leminősíteni és elvenni a magyar alapjogok ombudsmanának szavazati jogát a Világszövetség. A külföldi kollégákból álló értékelő testület, a Nemzeti Emberi Jogi Intézmények Világszövetségének akkreditációs albizottsága azt nehezményezi, hogy Kozma Ákos és hivatala nem emelte fel a szavát több súlyos magyar emberi jogi probléma esetében. Ebben a levélben még tavaly nyáron a gyöngyöspatai szegregációs ügy kapcsán kérte a Magyar Helsinki Bizottság az alapvető jogok biztosát arra, hogy emeljen szót az ellen, hogy magasrangú politikusok, ideértve a miniszterelnököt is, kirekesztő, roma ellenes kijelentéseket tettek. De az LMBTQI emberek jogainak védelmében is hiányolta a bizottság az ombudsman fellépését. A főkifogásunk az volt, hogy politikailag érzékeny ügyekben nem szólalt meg. A Magyar Helsinki Bizottság társelnöke úgy látja, hogy míg egyes politikailag semleges ügyekben a biztos aktív, addig kifejezetten kerüli azt, hogy szembe kelljen mennie a kormánnyal. Hasonló kritikákat fogalmazott meg a Nemzeti Emberi Jogi Intézmények Világszövetségének akkreditációs albizottsága vizsgálata is. A Világszövetség azt kifogásolja, hogy a magyar ombudsman nem foglalkozott megfelelően minden elékerülő emberi jogi problémával. Nem szólalt fel például olyan ügyekben, amelyek a média függetlenségét, a civil szervezetek helyzetét, a bíróságok függetlenségét, az LMBTQI emberek, az etnikai kisebbségek és a menekültek kérdését érintik. Így a szövetség az ombudsman A-típusú tagságát B-be sorolná. Ez leginkább és elsősorban egy óriási presztízsvesztesség. Így látja az átsorolás lehetőségét Kádár András. A nemzetközi szinten ilyenkor a magyar ombudsman, ha ez megtörténik, elveszíti azt a jogát, hogy a Nemzeti Emberi Jogi Intézmények Világszövetségében szavazati joga legyen, tisztségeket viseljen, illetve azt a jogát, hogy különböző ENSZ intézmények munkájában közvetlenül részt vegyen. A Momentum szerint a leminősítési javaslat azt jelzi, hogy a magyar helyzet nincs rendben. A Fidesz kormány nagyon lassan forralta fel ezt a békát, nagyon
lépésről lépésre haladva építette le a jogállamot. És ez egy nagyon fontos pont, hogy van egy ilyen viszonyítási rendszer, hogy látjuk, hogy nemzetközi összehasonlításban ez nem egy jogállam, ami Magyarországon működik. Kálmán Olga, a DK politikusa úgy látja, az ombudsmannak kötelessége lenne kiállni a sérülékeny emberekért. Ez most egy újabb bizonyíték arra, hogy az orbáni világban a védtelenek még inkább kiszolgáltatottak lesznek. Ez a kormány mindig azokba rúg bele, akik a legsérülékenyebbek. A világszervezet ugyanazokat a kritikákat fogalmazta meg, mint az Európai Unió Bizottsága, az MSZP Európai Parlamenti képviselője szerint. Olyan országok közé sorolódunk ismét, akiket nem a demokratikus világ részének tekintenek. És pont ez a probléma, hogy innentől kezdve elképesztő bizalomhiány lesz Magyarországgal szemben. Megkerestük az alapvető jogok biztosának hivatalát, ám adásunkig nem reagáltak a leminősítési tervre. Meghátrált a varsói kormány a lengyel igazságszolgáltatási reformról szóló Európai Uniós vitában. A bírói jogsértések kiküszöbölésére létrehozott lengyel fegyelmi kamaráról az EU bírósága júliusban mondta ki, hogy uniós jogba ütközik, mert nem garantálja a bíróságok függetlenségét. Augusztus 16-áig adtak határidőt a kamara megszüntetésére. Jaroszláv Kaczynszki lengyel miniszterelnök helyettes most bejelentette, hogy jelen formájában megszüntetik a kamarát, melynek átalakításáról szeptemberre várható az első javaslat. Véget ért a tókiói olimpia, a magyar csapat a 15. helyen zárt az éremtáblázaton. Ez a 96-os atlantai olimpia óta Magyarország legsikeresebb olimpiai szereplése. Összesen 9 sportágban szereztek érmet a magyar sportolók. A sikerek során Szilágyi Áron történelmi aranya indította, utolsó érmünket pedig a férfi vízilabda válogatott bronzérme jelentette. Kozák Danuta pedig minden idők legsikeresebb magyar női olimpikonja lett. 6 arany, 7 ezüst, 7 bronz. A magyar csapat 20 éremmel zárta a tokiói olimpiát. Utoljára ennyi érmet a 96-os atlantai olimpián szerzett Magyarország. Akkor a 12., most a 15. helyen zártunk az éremtáblázaton. Az első aranyérmünket Szilágyi Áron szállította. A háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi az egyéni kardívás történetének legsikeresebb olimpikonja lett. Hazaérkezése után az egyenes beszédben elmondta, a felkészülés alatt minden nap szembe jött, hogy ő lehet az első háromszoros olimpiai bajnok kardvívó. Nem akartuk ezt elkerülni, se elmenekülni előle, hanem inkább megpróbáltuk felhasználni egy pozitív eszközként a felkészülésben. Tehát azt mondtuk, hogy ez egy jó dolog, és ezt én élvezzem, hogy valóban egyáltalán küzdhetek azért, hogy háromszoros olimpiai bajnok legyek, és ezt ne teherként éljen meg, hanem motiváljon, ösztönözzön, és ez abszolút így volt a felkészülés egésze alatt. Milák Kristóf a medencében írt történelmet. A 21 éves úszó egyértelmű esélyesként érkezett Tokióba 200 méter pillangón. Győzelmihez kérdés sem férhetett. És ha már történelem, Kozák Danuta minden idők legsikeresebb magyar női olimpikonja lett. Az ötszörös bajnok tornász legendát Keleti Ágnest előzte le, abszolút értelemben pedig csak a 7 aranyat nyerő Gerevics Aladár áll előtte a ranglistán. Úgy örülök, hogy 6 van, de igazából tehát mind a Keleti Ágnes, mind az Egerszegi Krisztina egyszerűen felülmúlhatatlan sportolók, és nagyon tisztelem őket. Kozák a 4-es csapat tagjaként nyert. Kopasz Bálint és Tótka Sándor egyéniben diadalmaskodott kajakban. Minden siker megindító, de Lőrinc Tamás aranya talán mindközül kiemelkedett. Lőrinc Londonban már szerzett egy ezüstöt, most élete utolsó birkózásán ért fel a csúcsra. Vízilabda csapataink 2 bronzot nyertek. A női válogatott ezzel első olimpiai érmét szerezte, a férfiak pedig vasárnap reggel győztek a bronzcsatán. 9-5-re verték Spanyolországot. Az élete utolsó meccsét játszó Nagy Viktor elérzékenyült a meccs után. A kamerák előtt úgy fogalmazott, férfiasan vállalom, könnyre fakasztottak a srácok, éreztem, hogy értem is játszanak. És a víznél maradva, a magyar vitorlásport legnagyobb sikerét aratva, Berez Zsombor ezüstérmet szerzett findingi hajóosztályban. Baromére izgultam, de bíztam abban a munkában, amit idáig beleraktunk a vitorlázásomban. A következő nyári olimpiát 3 év múlva, 2024-ben Párizsban rendezik. Vegyes érzelmekkel zárhatják a házigazdák Japánban a tókiói olimpiát. Ez lehet a legdrágább nyári olimpia, mivel a költségek jóval meghaladták a tervezettet, ráadásul nézők nélkül a bevételek java része is elmaradt.
Viharos szél és heves esőzés volt Tokióban órákkal az ötkarikás játékok záró ünnepsége előtt. Az eseménynek otthont adó olimpiai stadionnál a hatóságok szigorú biztonsági intézkedéseket hoztak. Sokan tartottak tőle, hogy nem tudjuk megrendezni a játékokat, de nekünk nagyon jó volt látni a versenyeket a televízióban, mondta egy helyi lakos. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke szerint a járvány és a sok bizonytalanság ellenére Tokió sikeres játékokat rendezett. Házigazdaként Japán 27 aranyérmet szerzett, többet, mint eddig bármikor. Az olimpiai stadionnál sokan gyűltek össze. A rendőrség próbálta megakadályozni, hogy tömeg alakuljon ki. Az áruünnepség a járvány miatt visszafogott volt a szokottnál kevesebb sportolóval, akiken kívül csak tisztviselők és újságírók voltak a stadionban. A játékok főbb pillanatairól videó összeállítást mutattak be, majd látványos tűzi játékot tartottak. A zászlók után a sportolók a stadion négy sarkából érkeztek. A helyszín rövid időre egy parkra hasonlított, hogy a járvány miatt elszigetelt versenyzőknek megmutassák, milyen máskor a város. Az ünnepség végén a NOB elnöke átadta az olimpiai zászlót a 2024-es játékoknak otthont adó Párizs polgármesterének. A francia fővárosban ezt tömegek ünnepelték az Eiffel-toronynál lévő szurkolói zónában. Zokogva búcsúzott a Barcelonától Lionel Messi, az argentin klasszis sajtótájékoztatót tartotta a csapat stadionjában, amely előtt szurkolók várták. A hatszoros aranylabdás játékos 21 év után azért nem újít szerződést a nehéz anyagi helyzetben lévő klubbal, mert az nem tudná megfizetni őt. Messi már beszéd előtt elsírta magát. Mint mondta, tavaly fel volt készülve a távozásra, idén viszont nem, és maradni szeretett volna. Beszélt arról is, hogy családjával Barcelona az otthonuk, ahová biztos visszatérnek majd. Egy hetet töltött felborult kamionjában egy lengyel sofőr Borsod megyében, Novaidrány közelében. A vezető megúszta a balesetet komolyabb sérülések nélkül, de az, hogy magára maradt, annyira megviselte, hogy rövid időre kórházba kellett vinni. Végül közösségi összefogással sikerült kiemelni a járművét az árokból, és nekiláthattak a javításnak, hogy mi hamarabb elindulhasson haza a gépjármű vezetője. A lengyel kamion úgy borult a körülbelül 3 méter mély árokba, hogy a forgalmat nem zavarta. A teherautó vezetője nem sérült meg, de a telefonja a vízbe esett, így a családját sem tudta értesíteni, hogy baleset érte. A kamion a sajátja, így nem számíthatott arra, hogy céges segítséget kapjon. Közösségi oldalakon indult a segítség szervezése, amelynek köszönhetően egy hét után végül sikerült a kamiont megmozdítani. Sikerült először is, sikerült a kerekeire borítani egy pozícióból, és akkor egy másik pozícióból pedig sikerült kihúzni az útra. Ez mentés közben terült, hogy még több tonna rakomány található a raktérben. Az autó az egy vizes árokban feküdt, és hát az tele volt vízzel, így a mentést azt nagyban megnehezítette, hogy ilyen sáros, vizes iszapban kellett kihúzni, milyen másfél méter mély volt. Az Autómentők Országos Szövetségének elnöke szerint a jogszabályok nem napra készek, ezért is fordulhatott elő, hogy napokig tartott a mentés. Azt mondta, hogy sokszor előfordul, hogy a biztosítások hiányában nincs fedezet a mentésre. Találkozunk olyanokkal nagy járműveknél, ahol még kötelező biztosítása sincs a járműnek. Valószínű, hogy itt ezek is játszottak közre, illetve mivel hogy az információk szerint ez egy egyszemélyes fuvarozó volt, feltételezhető, hogy nem állt rendelkezésre olyan tőke, amivel ezt a mentést finanszírozni tudta volna. A lengyel kamionos élelmezését a közelben lakók, illetve az arra járó autósok segítették. Ő egyébként pár napra kórházba került, mert idegileg nehezen viselte az esetet. Járművét most javítják, így rövidesen hazaindulhat Lengyelországba. A Magyar Ízek utcája első alkalommal rendezkedett be Mindszentkálán, ahol 10 balatonfelvidéki település süteményeit mutatták be. Sikeres volt a rendezvény, amire a legjobb bizonyíték, hogy volt olyan sütemény, amely egy óra alatt elfogyott. Már a sütemények látványa is étvágygerjesztő, és akkor még nem is szóltunk a mini fesztivál területén terjengő illatokról, nem utolsó sorban pedig az ízekről. Ez az első alkalom, hogy ez a rendezvény elhagyta Budapestet. 13 éve űzzük már ezt, zömmel eddig a fővárosban, és elhatároztuk, hogy most már ideje lenne ezt máshol is megmutatni. Így az első vidéki kirándulásunk ide a Káli-medencébe vezetett, hogy létrehozzunk egy ilyen mini Magyar Ízek utcája projektet. Mindszentkála polgármestere azt mondta, hogy örömmel fogadták a szervezők ötletét.
Az itteni emberek megismerhetik a különböző gasztronómiát, ami Magyarországon ugye megtalálható. Nagyon jó dolog, és meg lett hirdetve a süti verseny. 10 jelentkező csapat volt, tehát a 10 település van jelen, különböző süteményekkel. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog. Így néz ki a mindszentkálaiak kedvelt süteménye, a barack, amely nem hiányozhat a különféle ünnepekkor az asztalról. A barack az egy közkedvelt sütemény itt a településen, ünnepi alkalmakra, lakodalmakra, búcsú, karácsony, tehát sokszor megsütik itt a településen, szeretik, ismerik ezt a süteményt, azért is gondoltuk, hogy ezt biztos másnak is tetszeni fog. A csapatok tagjai igyekeztek olyan hagyományos recepteket feleleveníteni, amelyeket még a nagyszüleiktől tanultak, és abban bíznak, hogy a modern cukrász termékek mellett ezeket is sikerül megőrizni az utókornak. Na hát az étvágyéreztő percek után most Kárász Robi barátunktól kapunk egy kis ízelítőt a ma reggeli kínálatból, a startból. Szervusz Robi, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, szia Tamás, nagy szeretettel, tisztelettel köszöntelek téged és a nézőinket is. Egész héten Emiliával várjuk a vendégeinket ide a stúdióba, a képernyők elé pedig a nézőket. Hát kérem szépen, belpolitikai eseményekben nem volt mentes Magyarország, ez igaz, de ennél sokkal fontosabb, hogy az olimpiáról is beszéljünk, hiszen Magyarország nagyon sikeres volt. Ugye a statisztikák alapján 25 éve nem volt ilyen sikeres az olimpiai válogatottunk, mint most. Idén ugye 20 érmet szereztünk, erről is fogunk természetesen beszélgetni, többek közt Kemény Dénessel, úgy jött a fiúk eredményéről. No, hát kérem szépen, azt mondja Varjú László a DK részéről, hogy Dobrev Klára az Orbán rendszerre leselkedő legnagyobb veszély. Varjú László ma nem lesz itt a stúdióban, ellenben Rácné Földi Judit, aki a DK elnökségi tagja itt lesz. Elsőként őt fogjuk természetesen erről is kérdezni, mint ahogy miért látja azt az ellenzék, vagy valódi vita lenne Matolcsi György és Varga Mihály között. Aztán beszélni fogunk arról is, hogyha a Velencei tónál tudtak csinálni betonból tulajdonképpen, hát nem kerítést, hanem egy ilyen védműszerűséget, akkor miért nem tudja a kormány megmenteni a Velencei tavat, amire írd és mond, körülbelül 40 milliárd forint elég is lenne. Itt lesz nálunk Pálinkás József, ő az ugye Újvilág Néppártnak a miniszterelnök jelöltje, Emília fog vele beszélgetni, én pedig Sos Adriánával, mert hogy ugye ami az egészségügyben zajlik, természetesen mindig beszoktunk számolni, ugye most az Uzsoki Kórházban mondtak fel 18-an, felmerül a kérdés, jogosan természetesen, hogy az egészségügy ezt a felmondási hullámot meddig fogja bírni. Pusztai Erzsébet infektológus, egészségügyi szakértő is itt lesz nálunk, természetesen a vakcináról, a harmadik oltásról fogunk majd beszélni, hogyan áll a harmadik oltás Magyarországon, illetve egy kis kitekintést is teszünk majd az Európai Unió többi országában. Dióhéjban ennyi, Tamás, visszaadom most neked a szót. Te, mint sportoló, azt gondolom, hogy nagyon büszke lehetsz velem együtt, velünk együtt, ugye, hogy az olimpián milyen sikeresek voltunk. Én nagyon szeretném, Tamás, hogyha te 4 év múlva ott lennél a, nem tudom, hogy ilyen szenior kategóriába szoktak-e bármit rendezni, de biztos, hogy megnyertél. Van olimpia, de a felnőtteké 3 év múlva lesz Párizsban, remélem azon is ott lehetünk majd legalább nézőként, nem úgy, mint Japánban, az közelebb is van, de szerintem könnyen. De miért nem leszel ott te, mint versenyző? Hát mondjuk úgy, hogy túlkoros vagyok, de a szenior játékokon van a szenioroknak külön egy ilyen olimpia, tulajdonképpen világjátékok, azon remélem, hogy el fogok indulni, és téged is erre ambícionálnának, vagy inspirálnának. Lassan már benne vagyok velem. Én is, igen. Köszönöm szépen, Robi, köszönjük az ajánlót, nézni fogjuk a startot, a nézők is kérjük, hogy tegyék ezt, és aztán majd 7 óra körül a friss hírekkel jelentkezem, nézzék meg a következő híradót is. Legyen szép reggeljük, ébredjenek az Altv-vel, mindenkinek minden jót kívánok. Nézzék most a startot!